A lindvai vár kapitányának volt egy lánya, kibe szerelmes volt Hadik Mihály. Azonban volt egy vetétársa, s ez egy török ifjú volt. Így párbaj keletkezett közöttük, a párbajozók a réten viaskodtak, s ennek a leány is szemtanúja volt, amennyiben ő a várablakából nézte. Egyszerre csak azt látja, hogy az ifjak közül az egyik elesik. A leány azt hitte, Hadik esett el, azonban nem Hadik, hanem a török maradt vesztes, ezért nem akar tovább élni, és kiugrott a várablakából. Azonnal meghalt. Ezért az ablakot, amelyiken a lány kiugrott, a várkapitánya befalaszta, s kívül egy Mária képet festett, amely egészen fekete, s még ma is megvan a várablakán. S miután fekete, azért Fekete Máriának nevezik.